Labdapattogástól volt hangos a Palicsi Teniszklub és környéke, ahol minden pálya megtelt játékosokkal. Szombaton 64 teniszező játszotta le az első fordulót. A kvalifikáció hétfőig tart, és 8 játékos kerülhet be a főtáblára. Szóval došli na Palić, ovde očekujemo dobre rezultate. Borimo se da izađemo na tu VTA listu, pa ćemo vidjeti dalje šta kako. A 15 éves Repinai Katarina 10.000 dolláros turné keretében harmadszor vesz részt a Palić Openen. Szerinte ez a verseny egy nagyon jó lehetőség a fejlődésre. Ima baš dosta igrača iz različitih zemlja i to je baš lepo da se upoznaš sa nekim pa da vidiš kako igraju drugim zemljama. A fiatalok a tapasztalat szerzés mellett pénzt is nyerhetnek. Ami a versenyzőket illeti, ez úgy működik, hogy a benevezési díj 40 dollár, és a legügyesebb, aki eljut egészen a döntőig, az fog kapni egy olyan igazi csekkét, mint amit a tévében is szoktunk látni, és méghozzá 1500, valamennyivel több mint 1500 dollárra szól ez a csekk. De aki már az első kört megnyeri, az is kap valamennyi pénzt, tehát olyan 100 dollár körül. A tenisztorna összdíjazása 10.000 dollár. A tornát egyebek mellett Szabadka önkormányzata és a Szerbiai Teniszszövetség támogatták.